Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre a Tudós Akadémiát azzal a céllal, hogy újra vonzóvá tegyék a fiatalok számára a tudományos életpályát. A hagyományos iskolarendszerrel párhuzamos egyedülálló programba 12 bázisiskola, köztük a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma is bekapcsolódott, és feladata a régió tehetséges diákjainak kiválasztása, folyamatos fejlesztése, valamint a nekik szóló helyi programok szervezése. Tulajdonképpen a mai iskolarendszerben egy olyan képzési formát látunk, ahol a diák egy vertikális rendszerben elkezdi tanulni a biológiát 7., 8., és így halad tovább a gimnázium évek során az egyetemen. Ez a képzési forma pedig egy horizontális megközelítést adna, ahol lehetősége van arra a középiskolás diákoknak már, hogy egyetemi mentorok segítségével, ha elég tehetséges, akkor komolyabb kutatásokba kapcsolódjon be, és hogyha eredményeket ért el középiskolába, akkor ne kelljen az egyetemen újra előről kezdeni ezt a menetelést, hanem az ő meglévő tudás szintjén egy magasabb szintről léphessen tovább. A régióban eddig 130 diák regisztrált a programra, a bázis intézményből összesen 40. A Tudós Akadémián elméleti előadások, gyakorlati laborfoglalkozások, digitálisan kiküldött online feladatok és konferenciák szerepelnek a programban. Ezek bármelyikében részt vehetnek a tanulók. A program legszélesebb bázisát jelentik egyébként a középiskolák, hiszen a Tudós Akadémia a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudósávállás lépcsőfokain. A tervek szerint az akadémia Szegeden kollégiumot és képzési központot nyit a közeljövőben.